Nincs kétségem afelől, hogy a győzelem után Ukrajna két-három éven belül az Európai Unió tagjává válik, jelentette ki pénteken Volodymyr Zelenszkij elnök a Svájc egyetemi közösségének és civil aktivistáinak tartott online előadásában. Az elnök hangsúlyozta, már megszereztük a tagjelölti státuszt, és a háború alatt is keményen dolgozunk ezen. Az ország az Európai Unió felé vezető utat választotta. Zelenszkij hozzátette, Egyértelműen jó úton haladunk, mind a törvényhozás, mind a partnerekkel folytatott párbeszéd terén, és a legtöbb EU tagország már ott lát minket. Az államfő megjegyezte, hogy Ukrajna a NATO tagság felé is halad, és ezzel párhuzamosan a biztonsági garanciákról szóló megállapodás előkészítésén is dolgozik. Nagyon nagy szükségünk van erre a megállapodásra a NATO felé vezető úton, mutatott rá Volodymyr Zelenszkij.